Sziasztok! Folytatom az esküvő szervezést, ugyanis pár nap múlva itt a nagy napunk, és egyébként már baromira izgulok, ezzel fekszem, ezzel kelek, de tényleg még ezzel is álmodok, úgyhogy fú, nekem az nagyon tele van a fejem bele, de iszonyatosan várom, csak hát izgalmas itt a vége, sűrűsödnek a szervezések, izgulok, hogy jó legyen az idő, meg hát stb. Na de a mai videóban egy picit visszatérek a múltba, megmutatom nektek, hogy milyen szervezések maradtak még vissza, hol jártam az elmúlt pár hétben, miket sikerült intézkednünk, úgyhogy csapjunk is bele. Kezdjük is a legfontosabbal, július 30-án eljött a nap, hogy ismét ruhapróbára menjek. Na hát kérem, eljött a nap, hogy most már tényleg méretre, azaz rám igazítsuk a mennyasszonyi ruhát. Ha minden igaz, akkor a szoknyát, az majdnem, hogy jó, azt egy picit kell igazítani, viszont a felső részt, azt pedig, akkor ezek szerint most elárultam, hogy külön részes lesz. Na mindegy, szóval a felső részt azt pedig varni őzök, mint egy nem tudom mi. Szóval a felsőt azt pedig rám fogják varni, most eléggé izgulok. Amit még elfelejtettem nektek mondani, az elmúlt napokban elég kemény menetet nyomtunk anyával, hogy találjak cipőt, a ruhához illő cipőcskét. Nem egyszerű találni, úgyhogy itt Sármán Nórinál egyébként lesz egy cipő, ami nekem már az elején megtetszett, csak akkor még nem mertem azt mondani, hogy ez az, mert még egyáltalán nem néztem körbe más cipőket, de azt hiszem ez lesz a befutó, ezt lehet, hogy megmutatom majd most nektek, illetve van egy menyecske ruha opció is, lehet, hogy ebbe is betekintést adok egy kicsit nektek. Itt van! Köszi! Megérkeztünk a Fehér Szalomba, és megint az az őrület kedves fogadtatás várt minket, és hát maga a hely is annyira szép, és megint azzal kezdtem a próbát, hogy végignéztem a ruhákat, nyilván megint egy csomó új szép dolgot találtam, úgyhogy le is állítottam magamat, és akkor belekezdtünk a tényleges ruhapróbába. Minimálisat kellett állítani a ruhán, egy picit bevettünk a bőrségéből, illetve a hosszát állítottuk be, hogy jó legyen a cipőhöz, illetve pont olyan hosszú legyen a ruhám, hogy amikor lépek, akkor enyhén kilibbenjen a cipőm, de ne lépjek rá a ruhára. Na és itt az említett csodacipőm, ami amellett, hogy szerintem nagyon gyönyörű, tényleg annyira kényelmes, hogy a próbák alatt észre se vettem, hogy magas sarkúban vagyok. Egyébként ez egy Csángó Rinaldi cipő és Sármán Nóra tervezés, úgyhogy én ebbe beleszerettem. Itt pedig a menyecske ruhám anyagát láthatjátok, hát nem az a megszokott ruha, bár a töltött káposztán és a mennyasszonytáncon kívül nem is nagyon lesz más hagyományos az esküvőnkön, mi szerettük volna ezeket elhagyni, elrugaszkodni a hagyományos dolgoktól, egyáltalán nem szeretem a piros színt, meg szerintem nem is áll jól nekem, úgyhogy én egy picit ezzel direkt szembe mentem, és valami vagányabbat képzeltem el magamnak, ami úgy hozzám illik. Kíváncsi vagyok Daninak, hogy fog tetszeni. Na de ugorjunk tovább, ugyanis eljutottam hajpróbára. Hát kérem, 19 nap van az esküvőig, úgyhogy eljött az idő, hogy megcsináljam a próbahajat. Jövök a Klózba, a Zsófihoz, biztos, hogy tudjátok, hogy ő kicsoda, Eszteli Zsófi az én fodrászom, és ez az egy dolog szerintem, amiben biztos voltam, hogy az esküvőn ő lesz a fodrász, ezen nem aggódtam, hogy ezt majd kell keresni. Profi a csaj. Egyébként úgy terveztem, hogy most megérkezek hozzá, beülök, és ő azt mondja, hogy na, Ramikám, ilyen és ilyen hajra gondoltam neked, ugyanis én semmilyen képpel nem készültem, úgyhogy remélem ő igen. Szóval Zsófi csinálja a hajamat, és Sára lesz a sminkesem, ők így párban szoktak kijárni az esküvőkre, van is egy ilyen esküvős vállalkozásuk, a Fiancé Art Company, és hát én mindkettőket nagyon imádom, egyébként próbasminkre nem is fogok menni, vagy nem is mentem, mert Sára egyébként külföldön él, és csak az esküvő előtt jön haza pár nappal, de szerintem ezzel semmi gond nem lesz, egyrészt azért, mert Sára is hasonlóan natur vonalat képvisel, mint ahogy én is, illetve más minket, úgyhogy nem lesz nagyon nagy meglepetés. Na de nézzük, hogy Zsófi milyen hajakat csinált nekem. Most ott tartunk, hogy Zsófi nekem reggel megálmodta, hogy nem ilyen szokásos kis laza hullámok lesznek, nem ez a romantikus, hanem ez egy kicsit vagányabb, olyan, mint hogyha be lett volna fonva a hajam vizesen, és aztán így megszáradt volna, szóval ilyen kicsit ilyen bohókásabb. És kétfajta hajat fogunk csinálni, először most lesz egy ilyen pici fonás benne, és ilyen lazán lesz csak összefogva, és lógni fog a javarésze. Na hát el is készült az első haj,
Nekem nagy kedvencem, amikor a fele fel van tűzve a hajamnak, illetve a fonatokat is nagyon szeretem. És miután ezt alaposan megnézegettük, arra jutottunk Zsófival, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy olyan verziót is, amikor az egészet összefonjuk. Ez lett a második opció. Itt mindkét hajnál úgy lenne, hogy elől kilógna két ilyen kis kósza timcsem, ettől is ilyen lazább lesz az egész haj. És hát fú, így visszanézve, ez a második is nagyon tetszik. Aztán elkészült a harmadik opció is, Zsófi csinált nekem egy laza coffot. Amúgy ez a haj nagyon illik egyrészt a környezethez is, tehát ilyen szülőtök és laza haj, meg a ruhámhoz is szerintem, mert ez egy ilyen romantikus haj. De szerintem ezt nem fogom választani, mert a hétköznapokban is nagyon sokszor fel van fogva a hajam, úgyhogy akkor legyen már egy kicsit más. És jöjjön a negyedik haj, ami pedig egy lazán felfogott konty. Ezt én kértem, hogy csináljuk meg, mert szerettem volna látni egy kicsit tipikusabb esküvős hajat is. És hát ez is nagyon tetszik. Úgyhogy most döntés előtt állok, hogy melyik haj legyen. Szerintem ezt csak a nagy napra fogom megálmodni, addig még gondolkozom rajta, illetve nézegetem. Nektek egyébként melyik tetszik a legjobban? Kommentben írjátok meg, légy a négy opció közül. Igyekszem megvágni még az esküvő előtt és feltenni. Nem tudom, hogy összejön ez, de ha utólag rakom ki, akkor is jó, ha megírjátok, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Fodrász után elmentem Orsihoz a gyűrűkért, ahol kiderült, hogy jók-e a gyűrűk. Szuper! Na hát kérem, az enyém tökéletes lett. Végül is ezt a hajszálvékony végig köves gyűrűt választottam. Szerintem ez tök jó lesz a másik gyűrűmhöz. Aztán megérkezett Dani, és kiderült, hogy nem jó a mérete. Képzeljétek, valamiért nem lett jó Daninak az a méret, amit először felmértnek Jorsi, fogalmam sincs, hogy miért, de helyben meg tudták oldani, úgyhogy hál' Isten, Daninak is lesz gyűrűje. Na és haladjunk is tovább. Ezen a héten lerobogtunk Kishalsányba a Villian teraszra, mert ott találkoztunk a fotós és videós párosunkkal, megnézzük a helyszínt, illetve a fényeket. Átbeszéltük, hogy hol lenne legjobb a szertartás helyszín, a kreatív fotók, és szerintem egyébként még nem is mondtam nektek, hogy sikerült végül is lecsapnom a Pinewood Weddings-re, és ők fogják rólunk készíteni a fotókat, illetve a videót is, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok. Mert alapesetben ők elérhetetlenek, mert szinte csak külföldön dolgoznak, vagy hát nagyon-nagyon előre be kell hozzájuk jelentkezni. És itt hál' Isten bejött a mi kis gondolatmenetünk, vagy hát igazából Dani ötlete volt ugye ez, hogy a vírus miatt biztos, hogy jobban rá fognak érni a szolgáltatók, és hát hál' Isten ez bejött, és ez a hétvégéig még szabad volt. Sokan kérdezitek, hogy fogunk-e az esküvőről vlogot készíteni, a válaszom nem. Egyrészt már nagyon izgulni fogok, másrészt pedig szeretnék teljesen magunkra koncentrálni, viszont ne aggódjatok, mert ők fognak rólunk videót készíteni, úgyhogy lesz videó az esküvőről is. Amit eddig szintén nem meséltem nektek, a dekorosunk, aznap találkoztunk vele is, felmérte a telepet, megbeszéltünk mindent, úgyhogy most megmutatom nektek, hogy mi az az irány, amit én már a legelején elképzeltem. Csináltam annó egy Pinterest albumot, ezt már nagyon régóta gyűjtögetem oda bele a képeket. Nagyjából csak fehér virágot szeretnék, vagy még lehet ilyen cappuccino, bézs szín, és emellé pedig sok-sok-sok-sok zöldet. A boldogság kapura, ezeket néztem ki, ahol fára aszimmetrikusan fel van téve virág. Itt több stílus is tetszett, de végül amellett maradtam, hogy legyen ilyen egyszerűbb, ha már egy nagyon szép fa alatt lesz a szertartás, akkor legyen a fa feldíszítve. Nagyjából csak fehér virágot szeretnék, emellé még jöhet egy kis bézs vagy cappuccino szín, és persze sok-sok-sok-sok zöld emellé. A boldogság kaput is úgy képzeltem el, nézegettem olyan kapukat, amiken így aszimmetrikusan vannak a virágok, nem kell ide sem sok virág, itt több verziót is találtam, ami tetszett, de végül is amellett maradtam, hogy legyen egyszerűbb kapunk, ha már egy gyönyörű fa alatt lesz a szertartásunk, akkor díszítsük fel azt. Szeretném, hogyha a csokrom is fehér virágokból állna, de lenne benne egy pici száraz virág is, és a hajamban is szeretnék egy kicsi virágdísz, de nem úgy, mint itt a képen van, mert szerintem nekem ez a koszorú nem állna jól, csak egy pici virág elég valahol betűzve mondjuk a fonatba. A szertartásnál hordókon lesznek a virágok, illetve oda egy ilyen üdvözlőtáblát is terveztem, a székekre csak ilyen végigfutó zöldeket aggatnék fel, az asztaloknál is futózöldet képzeltem el, néha beletűzgelve egy-két virággal, illetve gyertyákat szeretnénk még az asztalra. És az ültetőt is ilyen egyszerűre szerettem volna, hogy csak a szalvéta közben van tekerve, beletűzve egy pici zöld, ráírva a név, és kész.
Úgyhogy nagyjából ilyen az elképzelés. A valóság az majd szombaton fog kiderülni. Egyébként ez borzasztóan izgalmas, hogy én a dekor csak aznap fogom meglátni. És mi van, ha nem fog tetszeni? Ilyenekkel gondolkodok, hihetetlen. Amit viszont még kihagytam, hogy Olinak is terveztem egy szülinapi sarkat. Lufikkal lenne egy egyes lufi, meg egy pár héliumos lufi, illetve képzeljétek el, hogy Instagramon találtam neki egy nagyon cuki táblát a Rara Designnál, ahol nyilván a neve van rajta, illetve a kis adatai, még a születési adatai, súlya, hány centi, és akkor, hogy most mennyi, hány kiló, hány centi, hány fogó van, meg hogy mik azok a dolgok, amiket ő már tud csinálni, úgyhogy ez ilyen kicsit ilyen büszkélkedős tábla is. Na de ez lesz, és akkor az ő kis tortája is amúgy a szertartás után lesz ott a helyszínen egy hordóra rátéve, és akkor így képzeltem el, hogy de majd utólag ezt képeken biztos majd látni fogjátok. Ami még necces volt, mert mindenképp szeretnénk fotósarkat. Tudjátok, ez olyan, amikor a vendégek fotózkodnak úgy, hogy minden bizbaszt magukra akasztanak, kalapot, parókát, ilyen hülyességeket. Úgyhogy ezt hajkoráztuk elég sokáig. Gyertek csak! Ugyanis a párnak ilyenről is kell gondoskodnia, hogy a fotósarokhoz megfelelő kelléke legyenek. És mi most bejöttünk egy boltba is nagyon sok mindent vásárolunk. Mindenféle ilyen táblát, meg bajszokat, meg csókorszány, szemüveg. Az elsőre gagyinak tűnhet. Én is azt hittem, amikor először voltunk egy ilyen esküvőn, hogy volt egy ilyen fotósarok, és tele ilyen parókával, meg szemüveggel, ki fogja ezt használni. Meg ilyenekkel. Én. Full malajba a legjobb buli szerintem, hogy esküvőn ilyenekkel fotózkodni. Jövök, jövök! Ne! Jó, de jó, az is jöhet. Minden jöhet. Esküvő lesz. Mire jött rá Dani, meg közösen, hogy ez az első, hogy segít az esküvő szervezésben. Jaj, adjad már, Jóisten! Te mondtad! Milyen fényt nem rossz volt, hogy olyan sokkal jobb vele. Én a kártyához keresem meg a sok lehúzáshoz a dolgokat, én ott segítek. Jaj, Dániel, ez nagyon rossz duma volt most. Na ott sem segítek, az is kiderül, hogy mindent Rami fizet. Hát egyébként, na mindegy. Jó, úristen, na majd nekem is lesz egy ilyen esküvős videó. Amúgy azóta egészen összekapta magát, és itt a végére kezd belejönni. Transfert is tök egyedül szervezte le, hogy ki fogja hazavinni a vendégeket, a zenében is a végén tök sokat segített, úgyhogy azért büszke vagyok rá. Ja, és most puskázok, hogy mi az, amiről még nem beszéltem. Hát ez egy baromi érdekes kérdés, tudjátok mi? Az ültetés, atya ég, ezen nem összevesztünk, de azért itt, fú, hogy ki hova üljön, ki kivel van jóba, családtagok, barátok, de a baráti asztalhoz nem fér el mindenki, akkor kit ültessünk ahhoz a családi asztalhoz? Hát én azt hittem, hogy ez sokkal könnyebben fog menni. Eljött a vég. 10:30, esküvőt szervezünk. És Tomi kikutatta a táskámból a tucat. Elkezdtem zabálni Olivernek a rákcsejt, aztán rám szólt, de az meg valahonnan megmaradt. Na hát, jó éjszakát, de még így néz ki az asztalunk. Őrület, nagy káosz, sminket, hajat beosztani, kinek mikor lenne jó felírni a plusz kérdéseket. Ezt nézzétek itt az ültetés rend, nem tudom már hányszor összevesztünk rajta. Kicsit ide variálgatások itt mindenhol. Barátok hogyan, család, ki, hogy mellett üljön, de az úgy nem jó, de ő azzal nincs jóba. Fú, ez nagyon kemény. Itt a kvíz kérdéseket írom. Itt mik vannak? Hát ezek elászott papírok. Borzasztóan nézünk ki. És így megfáradt a csapat. Mert augusztus 16-a van vasárnap. Szóval... Szóval ez van. Nem már, mert meghízok az esküvőre, fogyok, urázom. Sziasztok. Ó, de ki vagyunk. És hány ilyen estén vagyunk túl, amikor fekszik Oli, utána kezdődhet a tényleges munka. Szóval tényleg nagyon sok ilyen apróság van, amire az ember így az elején nem is gondol, hogy erre időt kell szánni, meg ebbe tök sok energiát kell fektetni, mint például ez az ültetés is. Vagy még egy ilyen, amikor a smink hajat kellett beosztanom a lányoknál. Hát az is olyan plusz. Nem is tudom, tök sok időt vett az is igénybe, mindenkivel megbeszéljem, hogyan rakjam össze fejbe. Na, úgyhogy jó, igen. És legyen ez a végszó, igaz, még nagyon sokat tudnék erről fecsegni, hiszen egész nap ezzel foglalkozom. Jó, még emellett mások dolgokkal is, de azért csak ez a fő. Jézusom, két nap. Hihetetlen, nagyon várom, de azért izgulok.
Remélem, hogy tetszett ez a kis esküvői videósorozatom, és hát a tényleges esküvői videónkkal fog igazából lezárulni ez az egész. Akik esküvő előtt állnak, azoknak hajrá, bátran írjatok, nagyon szívesen adok tanácsokat, szerintem lassan elmehetnék esküvőszervezőnek is. Sziasztok!